Sziasztok! Majd nagyon klassz ételt készítettem, ezt a ketogén étrendben is lehet alkalmazni, illetve fogyókúrához is szuper, de a családnak is egy klassz étel, és ez nem más, mint a cukkini rollád. Amire figyelni kell, hogy én 1 kg húst tettem bele, de ti ne tegyetek ennyit, szerintem egy olyan 700-800 g az bőven elég lesz, és a sajt az viszont azért az a 25 deka vagy 30 deka az nagyon jó, és én trapista sajttal készítettem, de szerintem a csadárral sokkal finomabb ízvilágot érünk el, illetve nem csak, hogy finomabb ízvilágot, de amikor így tényleg így látványban is, amikor megolvad ez a csadár sajt, akkor sokkal gusztusosabb. Nézzétek meg, hogyan készült az isteni finom étel. A cukkini rolládhoz legelőször a cukkinit ilyen vékony szeletekre vágjuk, és szépen behelyezzük a tepsibe ezeket a szeleteket. Amikor ezzel megvagyunk, akkor ezt az egészet egy picit megsózzuk. És így most 15 percig hagyjuk állni. Amíg a cukkini áll, addig ugye fogunk 8 darab tojást, ide felütünk egy tálba. Ezt megsózzuk. Vagy őrölt szerecsendiót, vagy mi leszünk rá szerecsendiót. Nagyon finom illata van, tehát sokkal jobb az őrölt, mint hogyha már mint hogy az egészet, hogyha ti őrlitek le, mint hogyha már őröltet vesztek, tehát teljesen más az illata ennek. És szórunk hozzá egy kis fekete borsot is. És most ezt az egészet szépen így kikeverjük. Ahogy ez megvan, előmelegítettük a sütőt 180 fokra, és a felszeletelt cukkinit, amit ugye egy kicsit hagytunk állni a sóban, azt betesszük egy 5 percre. Összesen végül 10 percre tettem be a sütőbe, az eredeti receptben egyébként egyáltalán nem kell elősütni a cukkinit, én így láttam jobbnak. Erre a tojást, amit előtte felvertünk, szépen szétoszlatjuk. Elvileg ugye ebbe ilyen, hát ilyen roppanósnak kell lenni a cukkininek, és ugye ezért nem kell elősütni, de én ezt így jobbnak láttam, hogyha elősütöm egy kicsit, hogy azért ugye ebbe egy rolládot kell formázni, amikor megsült így a tojással együtt. Bocsánat, rosszul mondtam, tehát nem kell felverni a tojást, csak így el kell keverni ugye a fűszerekkel. Amikor ez megvan, akkor további 15 percre kell betenni a sütőbe. Közben zsiradékot melegítünk, ez rátok van bízva, hogy milyen zsiradékot melegítetek, én szokásosan kókuszolajat használok, nem kókuszzsírt, kókuszolajat. Ebbe 1 kg darált húst beleteszünk, az eredeti recept alapján 1 kg darált marhahúst, nekem ez 1 kg darált csirkemell. Erre teszünk rozmaringot. Mert sajnáljuk, ha van friss rozmaring, az még szuperebb, akkor azt tegyetek rá. Ezt is közben nyugodtan meg lehet sózni egy kicsit. Amikor ez nagyjából most már átsült, akkor hozzáteszünk összeszeletelve egy fej hagyma és két dereszt fokhagyma.
amikor átsült már a hagymánk is, a húsival együtt, akkor hozzáteszünk 2 evőkanál paradicsompürét. Illetve 2 evőkanál ketchupot. És ezzel is összeforgatjuk. A lapot le is kapcsolhatjuk, mert ezzel el is készült ez az étel, tehát ez a része az ételnek. Meg kell várnunk, hogy megsül a tojásos cukkinink. Azt majd még ki kell hűtenünk. És akkor úgy fogjuk majd megtölteni ezzel a hússal, illetve a sajttal. Letelt a 15 perc, kivettük a sütőből, szépen elválik ugye a magától ettől a papírtól, hogy következő lépésben hozzá fogjuk tenni a sajtot, megszórjuk sajttal. A legjobb hozzá a cheddar sajt, nekem az nem volt itthon, úgyhogy én trapista sajtot reszeltem. A recept 35 dekát ír, tehát majd mindjárt meglátjuk, hogy egyáltalán mi fér ebbe bele. Egyébként én pont annyit reszeltem le. Még ide bele fog jönni a csirke is. Ez egy jó vastag rolád lesz. Ezzel a 35 dek a sajttal, meg 1 kiló csirkével. Most erre tesszük még a csirkét. Ezt is itt szépen eloszlatjuk. Szerintem az 1 kiló csirke, az sok lesz ebbe. Marhahúst is rakhatunk volt, de az is sok lenne. Én beletöntem az egészet, úgy, ahogy van. És akkor az egyik oldalon ugye megfogjuk, és elkezdjük majd feltekerni. Természetesen, hogy sejtettem, a csirke elkezdett kihullani, de kitartás. Igen, ezért jobb a szilikonos papír. Sajnos én nem azt vettem. Vigyázni kell, hogy nehogy a papírdarabok is ott maradjanak. Arra figyeljetek, hogyha ti is ezt a másik félét vettétek. Nem minden sütőpapír szilikonos. No! Összeszedjük a húsit, ami kipotyogott. Miután feltekertük a roládunkat, áttesszük valamilyen sütőformába. Szerintem egyébként ti használjátok kicsit kevesebb húst, tehát szerintem egy 800 g is elég lesz, nem kell az 1 kg. Tehát így benne van a sajt is, és a hús is, és most 15 percre a 180 fokra ismét visszatesszük a sütőbe, hogy a sajt megolvadjon benne. Eltelt a 15 perc. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogyha ti tudtok valami nagyon klassz diétás ételt, vagy ami akár a ketogén étrendbe beilleszthető, vagy egy bármilyen fogyókúrába.
Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon. Tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!